Hát nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. A PDC tárc klasszikus mérkőzések harmadik állomásához érkeztünk, harmadik adásához, amikor is ugye visszatekintünk a múltba, igazán maradandó élmények után kutatva a dárc múltjában, és természetesen ezt nem teszem egyedül, hanem Cégenhám Medárd szakkommentátor kollégámmal fogjuk majd ezt a gyönyörű mérkőzést megtekinteni, ami, hát nem mondanám, hogy olyan nagyon-nagyon messzire repít vissza minket a múltba, hiszen... De azért ez már nem most volt. Én hát is nem. Köszöntenék mindenkit természetesen. Itt láthatjuk ugye 2015-ös Premier League mérkőzés lesz majd a mai terítéken. De előtte egy kicsit is... igen, a 2014-es világbajnoki döntő, ami ugye Michael van Gerwennek egy nagyon fontos állomás az életében, hiszen akkor szerzi első világbajnoki címét. Itt most elárultuk, de hát az eredményből adódóan is azért látszik. És ugye ez az az állomás, ahol Peter Wright, ugye már pont előtte beszéltünk róla Lajossal, hogy Peter Wright itt az utolsó világbajnokságát tervezte, hogyha nem sikerül neki, akkor befejezi dárcos pályafutását. Így van. Ugye ezt beszélte meg a feleségével, Joannel, hogy a dárcos pályafutását ettől a VB-től teszi függővé gyakorlatilag, hogy folytatja vagy sem, és hát annak ellenére, hogy ugye itt a döntőben kikap, szerencsére folytatta, és aztán meg is szerzett két VB címet. De ez a döntőbe jutás, ez mindenképpen meghatározó volt az ő szempontjából, de ami még fontosabb, ugye a másik főszereplő szempontjából, hiszen Michael van Gerwen egy olyan világbajnokságon van túl, ahol azért már sokan azt gondolták, hogy megnyerheti a világbajnoki címet, de ugye a sportág legendája, Phil Taylor ezt nem. Igen, az előző, az a 2013-as világbajnoki döntő volt. Láthatjuk, ahogy van Gerwen felesége nagyon izgul. Ez egy tripla 20-as Peter Wright-tól, meg egy 1-es. Ugye itt még azért látjuk, hogy a séró is egy picit keményebb volt. Igen, még... Peter Wright-nál. És itt nem volt az, hogy cserégeti a nyilajét. Hó, 140-nel 110-re, 138-ra jön. Peter Wright ugye ez a saját kezdésű lege volt Peter Wright-nak. Tehát itt nagyon fontos, ebből így nem lesz kiszálló, 137-nél van. És ugye most 77 a maradék. Ugye ennek a mérkőzésnek azért van még szintén jelentősége, hiszen ez volt Michael van Gerwen első. Azt mondtam. Ja, mondtam, bocsánat. Elnézést. Az első világbajnoki cím, amit tényleg egy mérföldkő minden dárcos életében. Ezt nem sikerült igazából kerekíteni. Igen, hát 72-je maradt, már megpróbálta a duplát, hogy a duplát, igen, a duplája maradjon. Hogy itt kap Wright egy lehetőséget, hogy visszazárkózzon 6-5-re a mérkőzésbe. De a set nyilait mind a nem sikerül neki, igen, és 72-re jön Michael van Gerwen, hogy megnyeri első világbajnoki címét. Ugye itt már 7 szettet kellett nyerni bőségesen ebben a rendszerben. Meg is, és bedobja az első meccs nyilat itt ebben a legben. És meg rámutat a VB trófeára, hogy az bizony az övé. És itt a szurkoló tábor. Hát így épült föl a fiatal Michael van Gerwen világbajnoki karrierje. Ugye egy elvesztett döntő után egy győztes döntő érkezett 2014-ben. És aztán ez már az a meccs, amire igazából a mai adás épül. Hiszen Michael van Gerwen James Wade-del találkozott a Premier Liga mezőnyében. Ugye akkor már ebben az évadban bőségesen mondhatjuk, hogy olyan nevek szerepeltek, akik manapság már nosztalgiával tekintünk vissza rájuk, hiszen Phil Taylor, Gary Anderson, Adrian Lewis, Dave Chisnall is igen stabil tagja volt ennek a mezőnynek, és hát Kim Hybels, Raymond van Barneveld és Steven Bunting. Ugye Bunting ebben az volt évben debütált, igen eredményes átjövetele volt a videótól a világbajnoki cím után a PDC-hez, és hát bizony azért beletört a bicskája ebbe a Premier League sorozatba. Nem úgy Michael van Gerwennek,
aki teljes mértékben uralta ezt az évadot egyébként, a 2015-öst. És a helyszínünk egyébként most ezen a mérkőzésen, a 12. hét április 23 a dátum, és ugye 2015, és ugye Cardiffba vagyunk, a Motorpoint Arénában, tehát szokott lenni természetesen, Premier League forduló azóta is van. Így van, egy nagyon népszerű, és akkor még nem voltak Velszi játékosok, tegyük hozzá. Így van. Tehát sem Price, sem Clayton még nem igazán, ugye 14-ben kezdett el dárcozni Gervin Price, tehát itt még csak nagyon a hátországban bontogatta a szárnyait, úgyhogy hát igen, természetesen a profi vonalra gondolok. Előtte is nyilván dobált, hiszen barátai unszolására, akik azt mondták, hogy igen, komoly tehetsége van hozzá a rugby mellett, inkább azzal kéne foglalkoznia, és hát a Velszi másodosztály és a világbajnoki amit... cím között volt némi minőségbeli különbség. És nem tudom, hogy észrevették-e a kedves nézők itt még, ugye ez az az időszak, amikor még voltak Walking Girl-ök. Igen. És itt láthatjuk a 12. hét programját. Azt tudni kell, hogy Fangerven úgy állt a tabella élén, hogy az első 10 meccséből 8-at megnyert, és 2 döntetlenje volt, tehát nem volt veresége, viszont ezelőtt a forduló előtt, a 11. héten Raymond van Barneveltől kikapott 7-3-ra, úgyhogy az első veresége után érkezett ehhez a mérkőzéshez, és ami még egy fontos adalék, hogy akkoriban játszottak úgy, hogy volt, aki 2 meccset játszott ugye egy nap. Igen. És Van Gerwen volt ezen a napon az a játékos, akinek 2 mérkőzés jutott. Ketten játszottak 2 mérkőzést. 2 mérkőzés. És az volt a fontos egyébként, hogy ugye ez azért volt, mert 2 játékos ugye búcsúzott már. A 9. nap után. Tehát a 10-től már ebben a rendszerben játszottak a játékosok. Aki egyébként érdekes módon egyébként Peter Wright volt és Kim Hybrex. Igen. Akik kiestek, akik nem jutottak be a legjobb 8-ba, ugye fogalmazzunk így. Nagyon jó kezdés, 180-nal. És hozzátartozik még az előzményekhez, hogy James Wade és Michael van Gerwen a 9. héten már találkozott egymással, tehát nem sokkal ezelőtt, a meccs előtt, és akkor 7-4-re tudott nyerni a holland. Viszont most jól kezdi az első leget, és a negyedik tökéletes nyíl is a helyén, és az ötödik is. 140, 6. nyíl a hibás. Hogy nézett körbe? Mit szóltak hozzá? Próbál jönni James Wade is. Ugye a tripla 17-tel kiszállón lett volna, 170-es kiszálló. Az egy jó... És egy pár szót ejtsünk persze James Wade-ről is. Neki nem igazán sikerült olyan jól ez az évad. A végét egyébként a 7. helyen zárta az összesítésben James Wade. De igazándiból nem is nagyon tudott olyan pozíciót felvenni. Volt, amikor a legjobb 4-ben ben volt, még az alapszakasz első fázisát, ugye a 9. forduló után a 4. helyen zárta, de onnantól gyakorlatilag folyamatos volt a visszaesése, és aztán a végén a 7. Gyönyörű megoldott a 105-öt, igen. Kiszálló. És egyébként ugye nagyon-nagyon fontos, hogy miért ezt a mérkőzést mutatjuk, hogy mitől lett ez híres mérkőzés. Először is egy nagyon szenzációs átlag lesz a végén a győztesnek, meg hát az eredmény is magáért beszél. Láthatjuk, hogy folyamatosan a 140-es 100, kezdés a minimum, 100, igen. Igen, minimum egy tripla, de inkább 2 érkezik Michael van Gerwentől, nagyon magabiztosan teljesít. Ez előttük lévő mérkőzésen Gary Anderson kikapott nagyon csúnyán 7-1-re Buntingtól. Ugye ilyenkor ebben a rendszerben mindig azt csinálták, hogy akik az utolsó meccset játszották, aznap ők voltak az első 2 párosításban. Úgyhogy a Gary Anderson, Michael van Gerwen összecsapás zárta ezt a napot egyébként, ahol annyit azért elárulhatunk, hogy Gary Anderson nyert méghozzá 7-5-re, egy egészen káprázatos 105,94-es átlaggal, míg van Gerwen 104,4-et dobott, tehát ez sem volt egy gyenge összecsapás. Volt, 170 nem jön, kell még egy a 36-hoz, nem jön, így 74 a maradék.
James Wade-nek. Így azért fontos, hogy ő akkor már régóta tagja volt a Premier League-nek. Azért. Hát igen, és ő ugye 2009-től, ha jól emlékszem, egy gyönyörű 74-es kiszálló közben Fangerventől, miközben Wade nem jutott le megint duplára. 2009-es évattól egyrészt ő nyerte, másrészt pedig ugye folyamatosan bent volt a top 10-ben egészen a tavalyi évig James Wade, úgyhogy azért ugye van még ő majd is egy elég komoly karriert futott be. 2010-es meccs is, amit majd mutatni fogunk Phil Taylor 180 közben. Tehát Phil Taylor és James Wade között szerintem az minden idők legjobb Premier League döntője. Mondjuk ezt úgy, hogy utána láttunk egy meccsnyilas Michael Fangerven, Joe Cullen összecsapást, igen. És mi? Igen, az is. Gondoltuk volna, hogy Joe Cullen döntő. Itt már 5 nyíl megvan. 180! Megint, igen. És hát mivel véd az ellenfél, igen, bíztató. Na nézzük. Tripla 20 megvan. És a tripla 19-et hibázza. A tripla 10 se jön, 52 a maradék. Egy picit fellélegezhetett James Wade, hogy most nem kap egy újabb 9 nyilast. Az előző héten ugye volt egy Thornton elleni összecsapása, és közben megoldja is újabb hibátlan megoldás. És nehéz. Továbbra sincs duplára dobott nyíl a James Wade-nek, miközben már 3-0-ra vezet Michael van Gerven. Na és akkor megérkezünk a mérkezés második felére, amikor is ugye Michael van Gerven eddig még kiszáróra sem engedte dobni ellenfelét James Wade-et, és úgy vezet 3-0-ra. Ezeket a meccseket ugye úgy játszották, hogy 12 legből ki a legjobb, tehát igen, még volt 7, döntetlen igen, is lehetőség 6-6. Is. De ha valaki elérte a hetet a nyert legek arányában, akkor véget ért a mérkőzés. De nem. És itt látjuk az átlagot, hogy még a szünet előtt még 120 fölött volt az átlaga, de most megint fölcsúszik oda 118,6. És azért volt ez nagyon érdekes az átlagok szempontjából, mert bizony veszélybe került az akkori élő legjobb átlag, ami a mérkőzések szempontjából Phil Tayloré volt, 117,35-ös átlag még 2012-ből. 180 megint, és látjuk, most folyamatosan mutatják az átlagot, hogy a negyedik legben már kiszállón és 122 fölötti átlag. Itt 124-re megvan a tripla, az is gyönyörű. Dupla 8, azt elhibázza. De megint akkor előnye van, hogy Wade-nek esélye nincs rádobni a kiszállóra, fönn van 244 ponton. Egyébként ezt azért egy játékost rendesen csatra tud tenni, amikor valaki ilyen szinten dob ellene. Igen, el tud kedvetleníteni rendesen, hogyha ilyen tökéletes játékot produkál valaki. Még a Pantomines barátunk is próbál áttörni az üvegfalon. Nagyon jó, pedig most James Wade-től is. 124. Bíztató kezdés Wade-től. És még azt se felejtsük el, hogy még ugye Russ Bray-kel öltönybe álltak általában. Tehát... Igen, igen, volt egy pár dolog, ami ma már nem úgy működik. Említetted, hogy a Vulcan Girl-ök itt még javában dolgoztak. 140, én megsirattam a Vulcan Girl-öket, én megmondom hát őszintén. Még Laci. Nagyon jó a 140 után, egy 139. Káprázatos játékot mutat mind a két játékos. Ott nézd meg azt az átlagot. Tehát most a James Wade-nek akkor ez nagyon jellemző volt rá egyébként, hogy ezt a 95 és 99 közötti átlagot hozta zsinórba. Tehát ezt álmából fölkettették James Wade-et, és
biztos, hogy 95 fölött dobott. 140, megint 82-je maradt. És érdekes volt az arc mimikája, lehetett látni egy pillanatra, hogy hát mit csináljak ezzel az emberrel. Hátsó pályán megint, persze. Ilyet dob nekem. 60-as. Nyilván a 60-nál többet kellett volna, hogy valamit is kezdhessen vele. És ezúttal... Nagyon jó, 17-es, és a dupla 20. Bedobja 12 nyíl megint. Brutális játék. Boldog Fangerven szurkolók. Most kezdhet a 6-0-áért. Már nagyon melege volt. Igen, és nézd meg, hogy kezd. 180. 122-es átlaggal. És az ötödik 180-át dobja. Annyi volt a meccsen még. Nem tudott a 180-ra triplás körrel vállat. Nem tudta 180 után folytatni triplás körrel Michael Fangerven. Itt is csak a tripla 5 jön, a végén azért egy tripla 20-95 a dobás. De ugye megint előnye van, ráadásul ő kezdte ezt a leget. Na, 52, most jött egy tripla, az igaz, de csak a 4-esből, és csak 12 pontot fizet. ...96-tal 210 a maradék. Ezt tegyük hozzá, ugye, hogy a Premier League 2005-ben rajtolt el, és eddig a mérkőzésig négy olyan meccs volt csak, ahol valaki nulla leget tudott nyerni vesztesként, tehát ugye úgynevezett whitewash mérkőzésekből. Igen, de itt jön egy fontos, itt jön egy fontos dolog, egyébként nézzük csak. Igen, és a dupla húz, megoldja a 154-et. Úgyhogy pont előnyben volt James Wade hátsó pályán. És amikor már rádobhatott volna James Wade végre az első duplájára, akkor meg megdobja az este legmagasabb kiszállóját egyébként. Na és nagyon szép kombinációval, tripla 19, tripla 19, dupla 20. És folytatja tovább természetesen, nem is akárhogy, 140, a harmadik nyíl az egy kicsit céltévesztett, és a nagy szektor 20-asba lett. 100. Lehetőséget kap Fangerben, hogy hátsó pályáról tovább megtartsa az előnyét, és látjuk, hogy 115 fölötti átlagon van. Igen, az előzőleg egyébként egy 15 nyilas volt, de 154-es kiszállóval azért csúszott lejjebb az átlaga. Igen. Nézzük 270-re. Természetesen jönnek a triplák. 140-nel 130-ra megy le. James Wade úgy van 6-0-ás átrányban, hogy nem dobott még el nyilat dupla kiszállóra. Tehát nem sikerült még. Nagyon jó. Az is, és a dupla 5. És bedobja a 130-at is. És 7-0-ra megveri James Wade-et 116,9-es átlaga. 154 után dobott egy 130-at is. Úgyhogy hát ez volt egy kis... Akkor bizony a második legjobb átlag volt a Premier Ligák történetében. Ez volt egy kis betekintésünk 2015 Premier League 12. fordulójából. Egyébként nagy titkot nem árulunk el. Nem. Döntőig ment Michael Fangerven, ahol Gary Andersontól kapott ki 2015-ben. Azt hiszem 11 hétre. Így hát aztán ez a csodálatos mérkőzés 7-0-ás Fangerven győzelemmel ért véget. Ahonnan aztán egyenes útja volt Michael Fangervennek az alapszakasz megnyeréséig, és a döntőben pedig, az elődöntőben, inkább úgy mondom, igen, hiszen a négyes döntőben, ugye egy elődöntőt játszott Raymond van Barneveldel, került össze, ahol egy óriási meccset játszott a két holland. Ugye itt a 10 leget kellett megszereznie a játékosoknak ahhoz, hogy a döntőbe eljuthassanak. Egyébként a másik
elődöntőbe Dave Chisnál, Gary Anderson volt 10-9-el. Igen, gyakorlatilag a végletekig kijátszva az első elődöntő. Egyformán 60-nak kezdtek, de bizony Michael van Gerwen itt már kezébe ragadta a kezdeményezést. Ugye Raymond van Barneveld, ahogy mondtam, a negyedik helyen zárt az alapszakaszt. A meccseinek a felét meg tudta nyerni, 16-ból 8 győzelme volt. 99-el. És egyébként pont Phil Taylor előtt végzett. Ez volt az első, hogy nem jutott remélni, a négy közé. Phil Taylor nem jutott be a négyes döntőbe. .140-nel, 242-re jön le. Hát előnyösebb helyzetben Michael van Gerwen. Egyébként ez is egy olyan elődöntőt hozott, mind a két játékos 100 fölötti átlagon fejezte be. Raymond van Barneveld 100,44, míg Michael van Gerwen 106,44-es átlaggal teljesített ebben az elődöntőben. És mivel ugye azt már elárultuk, hogy Gary Andersonnal játszotta a döntőt Michael van Gerwen, azért olyan nagyon nagy csodát nem mondunk azzal sem, hogyha eláruljuk azt is, hogy Michael van Gerwen nyeri ezt az elődöntőt. Egy egészen zseniális játékkal sikerül. Egyébként a döntőnek, az egész négyes döntőnek az átlaga is 100 fölötti játékot hozott, 102,38-as átlagot produkált a négy játékos ezen az estén, úgyhogy igen, izgalmas kis. Hogy volt erre csak volt Londonban, ugye az O2 arénában. Csak egy 60-as volt, és akkor a meccsnyilak, és meg is oldja a második nyillal, így 10-8-ra. Egyébként most akkor még egyszer 11-7 volt a döntő Gary Anderson javára, óriási átlaggal, és hát ugye a két jó barát, akkor nagyon jóba voltak. Világbajnoki címtől kezdve minden volt, ugye a Mörkapov-Dárcon együtt indultak, a szenzációs páros így volt. Van, így van. Na, hát akkor... Hát ez volt Michael van Gerwen bemutatása, mondhatjuk, így van, a felemelkedése. És akkor majd érkezünk a következő részre, hogy egy igazán klasszikus mérkőzés fog majd érkezni 2002-ből. Várunk vissza mindenkit majd a következő adásban.